hemzsegtek a magyar futballlegendák múlt vasárnap a Magvasi Mihály sportcsarnokban. Azért gyűltek össze, hogy közös futballal emlékezzenek meg a 2004-ben tragikusan fiatalon elhunyt Fehér Miklósról. Négy csapat játszott egymással a körmérkőzéseket. Pályára léptek Fehér volt válogatott beli társai, a barátai, az Eto öreg fiúk és az NB1-es klasszisok. Megtisztelve érzem magam, hogy itt lehettem. Egy fantasztikus ember és játékosnak az emlékére jöttünk össze ma. Példátlan összefogás, Győrváros vezetői, a család, sportbarátok összefogtak, hogy ez a tragikus emlék mégis megfelelően legyen megemlékezve, és hát ugye azt gondolom, hogy mindenki, aki itt van, nagyon megtisztelve érzi magát. A 108-szoros magyar válogatott Király Gábor elmondta, szombathelyi színekben korábban számos alkalommal futballozott győri teremtornákon. Fehér Miklóssal együtt szerepelt a nemzeti válogatottban, természetes volt számára, hogy szeretne pályára lépni az emlékgálán. A serdülés, ifi teremtornák azok mindig zajlottak, és ugye szombathelyiként nagyon sokszor vettünk részt. Örömmel jöttem, hiszen Fehér Mikiről van szó, ugye egy korosztály vagyunk Mikivel, és azt gondolom, hogy minden tiszteletet megérdemel az, hogy az ember személyesen is eljön. A korábban a Werder Bremen színeiben német élvonalbeli bajnoki címet szerző Lisztes Krisztián is az első szóra igen mondott a felkérésre, hogy részt vegyen az emlékgálán. Örült, hogy rég nem látott társakkal is találkozhatott az eseményen. Mindig jó velük találkozni természetesen, úgyhogy azt érzékel, mindenkinek megvan a saját élete, úgyhogy örülök, hogy így ilyen kollégával sikerül egy picit összejönni, és régi dolgokról beszélni, meg nyilván mindig a fociról, meg az újdonságokról. A magyar válogatott 2016-os EB-re jutásában oroszlán részt vállaló Priskin Tamás számára sem volt kérdés, hogy eljön az emlékgálára. Megtiszteltetés számomra, hogy ebben a nagyszerű csapatban játszhatok, és hát nagyon jó érzésekkel, tényleg nagyon örülök, hogy itt leszek. Tényleg, hogy említették, itt van az elmúlt 25 év legjobb játékosai, úgyhogy említettem az első szavaimban, megtiszteltető számomra, hogy én is itt lehetek. A manapság már edzőként dolgozó Waltner Robert úgy véli, rendkívül fontos, hogy méltóképpen tisztelegjenek Fehér Miklós emléke előtt. Nagyon szomorú volt, a Mikiről volt a megemlékezés, nekem csapattársam volt a válogatottban, és akkor itt szegény szüleit nézni, így átérezni, nem is nagyon lehet igazából belegondolni, sajnos. Viszont az jó dolog, hogy az emlékét is így évről évre itt megőrizzük, hogy Győrbe megőrzik, tehát sajnos más nem tudunk tenni, mint hogy itt tisztelgünk az emléke előtt. Méltóképpen emlékeztek Fehér Miklósra. Több őt magasztaló drapériát is elhelyeztek a Magvasi csarnokban, a róla vetített kisfilmet pedig vastapssal fogadták.